Tisztelt államtitkár urak, tisztelt képviselőtársak! Felszólalásomat néhány reagálással kezdeném, és legelőször is dr. Szűcs Lajos kormánypárti képviselő úr felszólalására reagálnék, amikor azt mondta, hogy az ellenzék felelőtlen, mert folyamatosan azt kommunikálja, hogy ők vitatkozni szeretnének, de nincsenek bent a parlamentben, és hogy nem fognak vitatkozni, akkor szeretném figyelmeztetni képviselő urat, hogy tegnap egy nagyon-nagyon fontos törvény, egy másik törvénynek a vitája zajlott a parlamentben délután, ami szorosan kapcsolódik a 2019. évi költségvetéshez. Ez az adótörvénynek a vitája volt. Hát nem sok kormánypárti képviselővel vitatkoztunk itt, a jobbikos képviselőkkel, ellenzéki képviselőkkel, sőt a jobbikos képviselők tettek egy javaslatot, hogy a bennmaradt kormánypárti képviselők több mint 100 perce, amit nem beszéltek ki, nem vitatkoztak velünk ellenzéki képviselőkkel, azt adják át nekünk, mert lenne még miről beszélnünk a adótörvények módosításával. Ez ugyebár nem történt meg, úgyhogy lényegében szerintem dobálhatjuk ezt oda-vissza, majd meglátjuk, hogy majd délutánra, meg holnapi napon hány képviselő fog itt a kormánypárt részéről részt venni. Mi ellenzéki képviselők próbálunk vitatkozni. Másik reagálásom a dr. Hargitay János képviselő úrra. Említette, hogy az áfa csökkentés mekkora segítség volt a magyar családoknak. Csak akkor nem tudom, hogy Domokos Lászlónak a felszólalását hallgatta-e a képviselő úr. Domokos László konkrétan azt mondta, hogy semmilyen eredményt nem értek el az áfa csökkentéssel, és lényegében ő azt képviselő, hogy ezt be kell fejezni, és az nem áfát kell csökkenteni, hanem be kell hajtani az áfát. Lényegében így hangzott el, majd a jegyzőkönyvbe meg kell nézni, nem áfát kell csökkenteni, hanem be kell hajtani Magyarországon az áfát. Orbán Viktor, Matolcsi György, Varga Mihály, Domokos László, Kovács Árpád, mindegyik felszólalásban azt hallgatjuk, Orbán Viktor már a választások után elkezdte felkészíteni kommunikációjával a magyar népet arra, hogy megszorítások jöhetnek Magyarországon. Konkrétan ez ma el is hangzott, hogy megszorítások jöhetnek, azért, mert válság közeleg az Európai Unióba, és válság várható a világban, és folyamatosan készítik fel az embereket, hogy a költségvetés, lényegében a költségvetés tartalmazza is, mert jóléti kiadásokra egy fillérrel nem terveztek be többet a tavalyi év költségvetésénél. Még egyetlen egy dolgot hiányoltam Varga Mihály felszólalásából. Varga Mihály szó szerint azt mondta, hogy óvatos tervezés, mert válság fenyegetése miatt óvatosan kellett a 2019-es költségvetését megtervezni. Ezt Varga Mihály mondta a felszólalásában, ne haragodjanak, ezzel lehet vitatkozni, és mondom, Matolcsi György is, Varga Mihály, Domokos László, Kovács Árpád és Orbán Viktor is folyamatosan erről beszél. Egyetlen egy dolgot viszont nagyon hiányoltam, amikor a családtámogatásról beszélünk. Orbán Viktor a választások után arról beszélt, hogy hosszú távú megállapodást szeretne kötni a magyar nőkkel. Pontosan amiatt, amit már mi ellenzéki képviselők többször is mondtunk, hogy demográfiai válság van. Nem tudta kezelni az elmúlt 8 évben a Fidesz-KDNP kormány a demográfiai válságot sem. És a jövő évi költségvetésben nem sok jelét látjuk ennek a hosszú távú megállapodásnak. Varga Mihály egyetlen egy dolgot emelt ki, hogy a nők 40 nyugdíjba vonálásának segítését megtartják a jövő évi költségvetésben sem. Konkrét példákat pedig nem sorolt fel, hogy mi lenne az a nagyon szoros megállapodás a kormány részéről, amivel ösztönözni tudnák a gyermekszületés szám növekedését. De akkor most menjünk bele részleteibe. A 2009. évi központi költségvetéssel kapcsolatban, 9. évi költségvetéssel kapcsolatban elsősorban szükséges megjegyezni, hogy ez ismét egy olyan költségvetés, majd felszólalhat képviselő úr, jó? Ez ismét egy olyan költségvetés, ami nem valós számokon, és már a teljesült mutatókon alapszik. A költségvetést évek óta úgy fogadjuk el, hogy nem tárgyaljuk az előző évi beszámolót, nem látjuk a mutatókat, nem tudjuk, hogy mi valósult meg, és ugyebár most már hosszú évek óta nem ősszel, hanem tavasszal kerül a ház elé a költségvetés. Jelen pillanatban
mondhatom újra azt, hogy még nem ismert a 2018. évi központi költségvetés pontos teljesülése sem. Sőt, itt el kell mondanom, hogy tavalyi évi költségvetés, ha megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy tudva, hogy folyamatosan azt kommunikálták, hogy a 2018-as évi költségvetés nem választási, vagy a 19. évi költségvetés sem választási költségvetés lesz, akkor folyamatosan ezt kommunikálták, és azt láttuk, hogy év végén több száz milliárd forintot osztott szét úgy a kormány, hogy ezt a költségvetésbe 2018-ban nem jelenítették meg. Hát sejtésünk szerint a 2019. évi költségvetés is így fogunk járni, hogy tárgyalunk most számokról, látunk számokat, majd mikor kiderül, hogy 2019-ben tudjuk, hogy Európai Uniós választások és önkormányzati választások lesznek, akkor évvégén majd szembesülni fogunk azzal, hogy a kormány őrült költekezésbe fog kezdeni, mivel hogy meg akarják ezeket a választásokat nyerni. Ez ismét az előző évekhez hasonlóan egy biankó költségvetés, amiben a kormányzat mindenféle ígéreteket tesz, melyeket vagy be fog tartani, vagy sem. Ilyen például egy komolyabb béremelésre tett ígéret a közszférában dolgozó hozzávetőlegesen 200 ezer embernek, melynek mértéke 25-30% lehet, azonban ez csak ősszel lehet aktuális. Itt szükséges megjegyezni, hogy ebben a szektorban 2008-ban volt utoljára béremelés. Varga Mihály pénzügyminiszter is azt is előrevetítette, hogy lesz egy külön törvénymódosítás is, ami a nyugdíjasok foglalkoztatása esetén teljesen eltörölne minden utánok fizetendő közterhet. Ezzel a várható intézkedéssel megbukni látszik a Kósa Lajos és a társaihoz köthető nyugdíjas szociális szövetkezeti forma. Itt el kell mondani, tegnap is elmondtam, amikor a nyugdíjas szociális szövetkezeti formát létrehozták, akkor Kósa Lajos azt mondta, hogy körülbelül 800 ezer nyugdíjasnak a munkába visszatérését segítenék elő a szociális szövetkezetnek a létrehozásával. A mostani számokból tudjuk, hogy körülbelül 7000 nyugdíjas tudtak a munkaerőpiacra visszavezetni. Várhatóan megszűnnek a nyugdíjasok előtt álló munkavállalási korlátok is, elsősorban az egyre növekvő munkaerőhiány miatt. A jelenlegi szabályok szerint, ha egy nyugdíjas a minimálbér 12-szeresét keresi, akkor le kell mondania a nyugdíjáról. Ezt a szabályozást a kormány jövőre eltörölheti. Közben az 50 év felettiekkel nem nagyon foglalkozik a kormány, tegnap is elmondtuk az adótörvénynél, hogy az 50 év felettieknek körülbelül fele munkanélküli ma Magyarországon, és ennek a problémára megoldásának a kormány nem nagyon tesz semmit. Az elmúlt években azt láttuk, hogy nem foglalkozik ezzel a problémával. Az 50-55 éves korosztálynak ma a legnehezebb elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Róluk mindenki lemondott, legfőképpen az Orbán kormány. A kormány azt ígéri, hogy jövőre új szociális hozzájárulási adótörvény készül, amiben bele fog tartozni az egészségügyi hozzájárulás is. Ez az az adó nem feltehetően megszűnik, mindez az adórendszer egyszerűsítése érdekében. Jól látható módon ismét olyan költségvetést fogad el a Fidesz többség, amit már most látható módon többször kell majd módosítani a hatályba lépése előtt. És fennmaradó időmben még szeretnék a jóléti kiadásokról beszélni, és néhány gondolatot megosztani önökkel. Az indoklás szerint a kormány által előterjesztett 2019-es költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése. Tervezésekor a nemzeti kormány Magyarország biztonságának megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatás elérését tartotta szem előtt. Ehhez képest a szociális területre jövőre megint kevesebb jut. Minden évben felállunk, és elmondjuk ezt tisztelt képviselőtársaim, hogy amióta önök kormányoznak, azóta minden évben a szociális és jóléti kiadásokra kevesebbet terveznek be. Jövőre 4,1%-os GDP növekedéssel számol a kormány. Ennek ellenére a jóléti funkciókra ismét kevesebb jut az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásairól szóló táblázat alapján. Az idei 26,03%-os tervezet, majd az elfogadott számok az alapján 25,78%-os GDP arányos kiadás jövőre még kevesebb, 25,19% jut oktatásra,
egészségügyre, nyugdíjkiadásokra, szociális ellátásokra, családtámogatásokra, munkanélküli ellátásokra, kultúrára, lakásügyekre. Amikor önök arról beszélnek, hogy a legfontosabb a magyar családoknak a támogatása, ezt a 2019. évi költségvetésben a számok alapján nem látjuk. Az állami kiadások megoszlását tekintve pedig változatlanul a teljes kiadás 55,4%-a jut jóléti funkciókra. Miközben ismét nő az állam működési funkciója, minden évben felállunk és elmondjuk, hogy egyre többet költenek önmagukra, az állam fenntartására. Itt felhozhatom azt, hogy több mint 60 államtitkát nevezett már ki az Orbán kormány a 2018-as ciklus elején, és hát még meglátjuk, hogy hol lesz ennek a vége. Itt, ha a számokba belemegyünk, a konkrét összegeket nézve, az oktatáson belül az egyéb oktatási funkciókra jut nominálisan is kevesebb, több mint 62 milliárd forintos csökkenést láthatunk. Az egészségügynél szembetűnő a közegészségügy feladatokra jutó csökkenés. Több felszólaló is elmondta, hogy az oktatásnál körülbelül 15 milliárd forinttal költ többet a kormány 2019-ben, az egészségügynél minimálisan 100 milliárd forinttal költenek többet a 2019-es költségvetésben, ha megnézzük a számokat, de itt el kell mondani, hogy ez a 100 milliárd forintos emelés, ez éppen csak arra lesz elegendő az egészségügyben, hogy tüzet oltsanak. Folyamatosan látjuk, hogy az adósságállomány kezelésére, amit a kórházok folyamatosan felhalmoznak, önhibájukon kívül, folyamatosan pumpálja a kormány a milliárdokat, de minden évben újra termelődik. 60-70 milliárd forintokról beszélünk, lényegében a 100 milliárd forintos emelkedés arra lesz jó, hogy egy rész sikert úgymond előidézzenek, de ténylegesen javulást nem várhatunk a 2019-es költségvetés szerint. A családi támogatásokról egy néhány gondolat. Folyamatosan mondjuk és adunk be módosító javaslatokat, a családi pótlék, a gyes, a gyet, az anyasági támogatás összegének növelésére. 2008-ban történt utoljára emelés a családi pótléknál. A családi pótlék az az összeg, ami nem azon múlik, hogy ki mennyit keres, hanem ez kimondottan a gyermek juttatása. Független attól, hogy a családi adókedvezményhez dolgozni kell, és remélhetőleg olyan keresettel kellene egy családnak rendelkeznie, hogy igénybe is tudja venni. Ma Magyarországon a több mint 4 millió munkavállalóból több mint 50% a minimálbéren van bejelentve. Én nem tudom, hogy önök szerint ez jó van-e így, hogy teljesen jól működik-e. A hargitai képviselő úr mondta azt a felszólalásában, hogy a 2010 előtti kormányok nem dolgoztak azon, hogy ne zsebbe kapják a bérüket a munkavállalók. Több mint fele a munkavállalóknak minimálbéren van ma Magyarországon bejelentve, ami azt jelenti, hogy hát bruttóba, képviselő úr, bruttóba. Tegnap is elmondtam, hogy mennyi a bruttó, mennyi a nettó. Folyamatosan azt hozzák fel, hogy a minimál bérnek az hibás volt, hogy adómentes volt a 2010 előtti kormányoknál. Én azt gondolom, hogy maguknak meg vissza kellene vezetni, hogy a minimál bér a legkisebb keresetű családoknak a segítése, ami több mint 2 millió ember, azoknak a minimál bérét adómentessé kellene újra tenni, és e fölött újabb kedvezményeket és olyan adópolitikát folytatni a kormány, hogy megérje a vállalkozóknak többet fizetnie, többet bejelenteni az állam felé, mint minimálbéren a munkavállalókat, és képviselőtársamnak mondom, hogy ma is nagy arányba fizetnek zsebbe a munkavállalóknak. Látszik a számokból, mert olyan nincs, hogy több mint 2 millió ember csak annyit keresse, hogy minimálbéren van bejelentve. Az előirányzatok összege pedig feltehetően a csökkenő gyermek létszám szerint soha ilyen mértékben nem csökkent még költségvetési táblázatba a családi pótlékra betervezett összeg. Most 5 milliárd forintról beszélünk már az elmúlt évhez képest. Ez azért is van, mert a kormány úgy tervezi, látszik, ezt tudja maga a kormány is, hogy a családpolitikájának a sikertelensége miatt évről évre kevesebb gyermek születik Magyarországon, és lényegében azért terveznek most már
be mindig, és most a legjelentősebb 5 milliárd forinttal kevesebb családi pótlékot, mivel hogy újra az látszik a számokból, hogy a tavalyi évhez képest pontosan tegnap jött ki a legújabb KSH adat, hogy 1,7%-nál tartunk, 1,7%-kal kevesebb gyermek született eddig az elmúlt hónapokban a tavalyi évhez képest, és sajnos a Fidesz-KDNP politikája ezt a gyermekszületés számnak a csökkenését az elmúlt években nem tudta megállítani. Hozzá kell tennem, születnek magyar gyermekek, csak nem Magyarországon. Minden hatodik magyar gyermek külföldön látja meg a napvilágot. Beszélhetünk arról, hogy Angliába, Németországba, Ausztriába, Hollandiába, Európa országaiba, aminek örülni kell, mert tudom, hogy az lesz a válasz, hogy az Európai Uniónak ez az egyik sikere, hogy nyitottá váltak a határok, oda mennek az Európai Uniós tagországoknak a állampolgárai, ahova akarnak, és hát nekünk ez nagyon jó. Csak kedves képviselők, előtársaim, önök sokféle válságról nem beszélnek. Nem beszélnek demográfiai válságról, nem beszélnek az oktatás válságáról, nem beszélnek az egészségügy válságáról, nem beszélnek a családok helyzetének a válságáról, hanem folyamatosan olyan felszólalásokat hallunk, ahol idézve előttem felszólalókat, hogy tündérmesébe, tündérvilágról adnak itt képet nekünk, és közben meg a magyar valóság régen nem ez. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm, képviselő asszony!